Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis The Tenants játékot, úgyhogy ez folytassuk is, a folytatás így van. És nézzük meg, hogy hogy állunk. Azt hiszem van két bérlőnk is, úgyhogy Na nézzük. Várnunk kell, így a töltésig. Na, itt is vagyunk. Nézzük is. Nézzük meg. Ingatlanok áttekintése. Ez állandóan cseverészik? Jézusom! Na nézzük, megbízások. Ügynökök. Szükségem van valakire, aki találja a tökéletes bérlőt az egyik lakásomhoz. Fogadjuk el. Hello. És mit tehetek érte? 33-46 év közötti. Na hát akkor most nyílt nap van, úgyhogy megnézzük így a aki többet szimpatizál, gondolom. Aztán mindent megnéznek, szemügyre vesznek. Nagyon tetszik neki ennek a palinak, mert elég sokszor volt ilyen. Tárgyalás. Nézzük csak meg. Szerintem egy 4000-et. Ó, hát jó ez. 3500. Tégy ajánlatot. Elment? Elment. Hát lassú voltam. Hogy gyorsan tárgyalás. Így egy kicsit. Jó. Új bérlőm van. Jó. Ez az itt a bérdő. Hopp, 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 hopp. Van gond. Szia, kifesthetnék. Hoppá, hoppá, közben új tárgyak jelentek meg. Miért ne válasz? És majd fedezem a költséget. Hát. Jó. Jó, megcsinálhatod, ha gondolod.
Közben... Szakember. Köszönöm, tökéletesen néz ki. Szobám jó. Jó. Ez nulla. Mit csinál ez ott? Kár, hogy csak így eddig lehet. De úgy emlékeztem, hogy mintha... Ja, hogyha rákattintok csak akkor. Aha, értem. Na nézzük. Jó. Kifizettünk mindent. Ez mi? Ja, az bank. Aha. Na nézzük, akkor vannak valami megbízások. Van olyan, hogy... Minőség... Aki az igényeinkhez igazítva, elvégzi a lakásunk teljes felújítását. Hú, ez jó kemény lehet. Na, az égnek végre péntek van, igaz? Jó, akkor szerintem nézzük meg. Először a takarítást mindenképpen. Hát javítás esélye elég csak nem annyira jó. Ezt kidobjuk. Sütj. 72. Nézzük meg, hogy ezt rendbe tudjuk hozni el, hogy sem. Na igen, ezt. Na még azt is megcsináljuk. Hát, ez kuka. Kár volt, megcsinálunk. Na jó, akkor kilépés. És akkor most lesz az, hogy a felújítás kezdése. Na és akkor az van, hogy nappali hálószoba, ez a nappali hálószoba, fürdőszoba. Na most azt kell megcsinálnunk, hogy a fürdőszobát rendesen meg tudjuk csinálni. Vannak itt választási lehetőségek. Szerintem a fürdőszobához ez így inkább jobb. Ez és itt... Legyen egy ilyen. Na, itt így ez jó lesz. Igen, és akkor kell... Hát ugye az zuhanykabin az megvan. WC csésze. Mert az fontos. Legyen egy ilyen. Tökéletes. WC papír. Tökéletes. Jó. Megvan a... Most jön a hálószoba. Ugye azt van, hogy egy személyes ágy.
Szerintem egy ilyet. Így. Tökéletes. Elforgatjuk, és szépen ide elhelyezzük. Jó. Matrac. Ez elég fura. Hát akkor legyen egy ilyen matrac. Legyen nekik jó. Most ugye hálószobában a hűtőszekrény. Fura, nem? Ez már így egy kicsit fura. Na mindegy. Ilyet se láttam még. Mi lenne, hogyha zöldes lenne? Igazi természeti adottság. Csupa zöld. Na jó, de mi mindig megkérdezem tőletek, hogy a hálószobában mit keresne egy hűtőszekrény meg egy mikro, amikor az a konyhába való. Na jó, tőlem. Hát ahogy kéri, ugye? Ahova kéri, oda rakom, kész. Ide a matrachoz. Ja, de akkor a matrac. Az meg. Az meg így lesz. Jó, akkor legyen. Na most ugye kellenek. Ez mi? Ja. De ahhoz kell egy ilyen konyhapult. Gondolom egy sarok. Mindegy, jó ez. Tessék. Megvan. Most jön a nappali, amiben a padló mondjuk lehet egy ilyen. Nem az én ízlésem, de ez van. Jó. Jó, és akkor fal. Hát legyen egy ilyen. Tökéletes lesz. Borzalmas színek vannak, de hát ez kéri. Jó. És akkor kell egy ilyen kanapé. Ez jó. Így ez jó lesz, ide. Jó. Fotel. Kettő fotel lesz.
Itt. Itt. Lehet, hogy még ezt egy kicsit így arrébb rakom. Jó. Dohányzó asztal, meg egy ilyet. Jó. Táncrúd. Tűha. Oké, tőlem. Hajrá. A tévéhez azért kellene egy olyan, hogy... amire rárakhatom. Mire rakhatom rá? Dohányzó asztalra nem. Aha. Jó, akkor tudjátok mit? Így lesz. Ezt egy kicsit áthelyezem. Ide. Jó. És akkor... és akkor most lesz a tévé. Egy ilyet. Na, és hát minden megvan. Szerintem. Várj csak, várj, várj, várj. Ja, várj, várj, várj. Kék. Azt írták, hogy kék legyen. És DVD-re játszó. De dekoráció itt nincs. Jó, oké, akkor legyen dekoráció. Ez így jó lesz. Igen, és... ide. Akkor kell valami kép is. De édes. DVD. Szóval találok. Rúttánc az van. Hát akkor legyen itt ilyen. Jó. Na hát most úgy gondoltam, hogy így ennyi elég. Na nézzük.
Imádja a matracot. Szereti. Fürdőszoba. WC papír az a legfontosabb. Imádja a WC papírt. És visszamegy ugyanoda. Aha. Szereti, jó. Szépen megcsináltam. Wohó, ez az. Na hát, teljesítményt értem el. Király. Itt meg... Ugye, küldöm... Mennyi? Hát jó drága ez a szakember. De legalább megcsinálja, tönkrement a hűtő. Szerelje meg, az itt a feladata. Na. Meg is van. Nem rossz. A fickó tudja a dolgát, tudom. Én profi vagyok, tudjátok. Igen, és mindjárt szintet lépek, azaz újabb tárgyak lesznek elérhetőek. Jó. Jó. Hát majdnem 1800-ba kerül, de ez van. Na nézzük meg a megbízásokat, hogy mik vannak. Ki helyre. Nézzük meg. Takarítás. Mennyi? 58%-ban javítandó esély? Hát, adjuk el inkább. Ezek táncoda. Hát próbáljuk meg az egyiket. Na, a végén tényleg jó lett volna. Na mindegy. Ez magasabb százalékban javítandó. Több mint 70%-ban javítandó. Ó, akkor lehet, hogy az is jó lett volna. Na mindegy. Na, elmentünk, és most pedig a felújítás kezdődik. Gondolom ez lesz a fürdőszoba. Van egy háló, és van egy nappali. Jó. Hát ez egy elég kicsi. Két kis kockából áll. És ennyi minden kell. Hát jó. Nézzük meg. Kell egy... Most egy ilyen. Hú, elég érdekes a szín. Jó, hát szerintem inkább egy ilyen kellett volna. Ez a holvány fehér. Inkább ez legyen. Jó. Nézzük meg.
WC, igen, WC papír. Ez meg így. Húgyni. Egyből, ahogy bemegy, egyből beleúrik a WC-be. Na jó, oké, hálószoba. Egy hálószobába. Ugyanaz a felosztás. Fura. Igen. Hűtőszekrény. Hát nyilvánvaló, hogy a hűtőszekrény a két ágy közé megy. Jó az úgy. Matrac meg. Ja, hogy oda meg... Na jó, hát ez elég érdekes. Akkor legyen így. Más nem nagyon tudunk csinálni. És ide pedig... kell egy olyan, ami... Ojjaj... Konyhaszekrény. Rá pedig a mikro. Mikro. És akkor milyen szín legyen? Igen, hát... Hogy milyen szín? Legyen ilyen. És hogy... fal. Mit szóltok ehhez? De durva szín. Hűha, fura szoba mi. Hát a kéréseknek eleget kell tenni. Ja, várj csak. Akkor rosszul csináltam. Mindegy, akkor legyen egy ilyen. Még borzalmasabb legyen. Jó. És akkor a nappalinál... legyen a padló ilyen. És a fal meg... ilyen. Fura színek ezek, de hát... mindegy, jó ez így. Ez az. Még ott van. Jó. Oké. És akkor kell kanapé. Egy ilyen. Igen, és két fotel lesz. Tudjátok, itt ilyen.
Igen, és a dohányzó asztalt azt hova? Nincs hely. De van hely. Jó, hát szerintem még ilyen dekorációkat lehetne a növényeknél. Így. Ez mindig jól jön. Itt lesz egy növényes. Még egy növényes. Óra azt kell. Ide az órát. Tökéletes. Na még itt virágoztassuk fel. Jó. Jó dekoráció a hálószobában alig van. Ez fura. Jó, akkor... akkor dekorációval nyomjuk. Ja, ez jó nagy. Jó, tudom, üzenet érkezett, mindjárt nézem. Oké. Há, most már hagyjuk. Micsoda? Ja, aha. Hálószoba, falak, sárga. Jó, oké. Legyen így. De az előbb miért nem mutatta? Na mindegy, szép lett. Ja, hogy nem érted. Jó, fura. Most csocsóasztal. Hát az most sajnos nem lesz. Szereti. Majd mindjárt megnézzük. Imádja. Jó, mindjárt. Óra, imádja. Úgy minden. Jó, jó lesz. Ez az. Wow! Motivációs poszterek, de még mennyi és lilák? Az igen. Na nézzük, mi a probléma. Elküldök egy szakembert hozzá, hogy örüljön. Jó. Keresek valakit, ha nyílt nap lebonyolítása. Oké, elfogadom. Elég furcsa ez a szoba, vagy lakás.
Fúj, azt mondja. Miért törülnek ennyien? Menjetek csak ki. Nem nektek való. Mindenki hogy utálja. Hát... menjenek csak. Ha nem szereti, akkor... menjen. Távozz. Aha, be kell fizetnem a dolgokat. Ez nehéz lesz, mert egyik rosszabbnak találja, mint a másik. Ezt a lakást. Hát ez elég érdekes lesz. Találni bárkit. Aki meg nem szereti, az meg távozzon. Nem de? Dehogy nem. Hát vereség, de miért? Mert... mindenki utálta. Hát... jó, hát azért egy csillagos, mert hát... senkinek nem tetszett. Minek adjak ki olyas valakinek, aki utálja? Na mindegy, nézzük meg. Nagyon fontos üzleti útra megyek. Szükségem van valakire, aki vigyázna a bérlőimre. Oké, örömmel. Jó, hány csak. Ohó. Kicsit szomorú. Mivel egész jóban voltunk. Igen, hát... remélem, hogy nem okozok csalódást. Okozó csalódás. Jó, oké. Na nézzük csak, mik vannak itt. Igen, de még előtte. Na, patkányok. Nem csak csótányok voltak itt, hanem még patkányok is most. Jó, oké, megvan. Zuhanyzik. Zuhanyzott. Amikor éppen írtottuk a patkányokat. Logikus, nem? 10-es szintű vagyok. Ah, az már jó. Hát a fűtés és szó szerint itt vagyok.
Jó. Most már sál nélkül élhetek a lakásban. Oké. Okay. Mi minden megy tönkre? Borzadály. Na jó, de azért látjátok, már 19 ezer dolláron van, ami nem rossz. Aludjál csak. Hopp, megint van valami. Pont most küldtem el, amivel tartozom. Elnézést a késésért. Jó. Na hát, már megint elromlott valami. Mi romlott el? Oké. És mi van akkor, hogyha a nagybácsit küldöm? Az olcsó. Na majd most meglátjuk. Ó, szupi! Ez az. Lehet, hogy azért megpróbáljuk mindig így a... Szerencsére a fickó megjavította. Na. Most csinálhatsz bármit. Véleményez? Ez vélemény egyébként. Ó, pom 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 pom. Ez az. Értékelés, 5 csillagos. Wow, kemény. Na nézzük, milyen megbízások vannak. Aki meg... Az egyik lakásomhoz... Szerintem... Itt van egy következő. Mit csinálod ott? Golfozik? Ja, ilyen golfjátékot játszik. Király. Mi az ott? Az egy csaj? Jól látom? Guminő vagy? Elég érdekes. Jó nagy tévé ilyen kis szobába. Fura. Közben... Befizettem így a dolgokat, mert már jelezték. Kalózik. Gondolom csak egy időre ment el. Hopp. Valahol megint. Aha. Küldök egy szakembert. Mindjárt jön a szakember, nem kell izgulni.
pumpált ki a vizet. Na, dugulás elhárítás. Tolja, tuti. Nem tudom, mit csinál, de nézzük meg. Most hív engem. Hogy felfrissítsem kicsit a helyet. Esetleg beszerezhető néhány új padlóra? Hát nem tudom, mert én csak így... Hát ugye nem vagyok meghatalmazva. Hát 3 csillag, jó. De akkor se, ugye. És pont az utolsónál kérdezi meg telefonon. Jellemző. Na nézzük. Nézzük ezt. Ó, egy ilyen kis pindurka. Kis... Gondolom ez lesz majd a fürdőszoba. Na nézzük. Hát először is... padló. Kabin. Ez nyilvánvaló, hogy kell. De... Így, ez jó lesz. Még elég furcsa így a mozgatás a kamerának, de semmi gond. Meg WC. Igen, és... WC papír. Ó, ez milyen... tartóáll. Tökéletes. Ruhaszárító. Hát nem tudom, hogy van ilyen. Ruhaszárító.
Szerintem ez így. Jó. Hát akkor lássuk. Hát, jó, akkor legyen még dekoráció. Ugye növények, az mindenképpen kellene. A WC mellé a legjobb. És ide is. Szerintem ennyi elég lesz. Na. Mosolygós, mosolygós, a WC-t ellenőrzi. Imádja a WC-t. Teljes. Fürdőszoba. Jó, jó. Teljesen jó. Wow, ez az, és teljesítmény. Értem el, renovator. Király. Jó, nézzük meg, hogy mik vannak. Értesítések. Jó, oké. Hú, egy ilyen elit szerződés, ezt majd később. Még nem merek. Szükségem van valakire, aki megtalálja a tökéletes bélőt. Na, nézzük meg. És ez lenne az utolsó mára. Most egy olyan bérlőt keresek, aki nem nagyon komálja a helyet. Azt mondja, hogy 31 és 58. Nem úgy. Kíja. Mindjárt, mindjárt nézzük. Tárgya. Hello. Jézus. Oké. Megvan. Ez az, tessék. Jó, mindjárt, mindjárt, mindjárt. Hát, ez az értékelés, ez nagy múlva lesz. Vereség. Tudtam. Na mindegy. Nagyon örülök, hogy a kapcsolatunk ilyen... Igen. Tizenegyedik szint. De mik voltak? Megoldom egyedül. Jó, oké. Közben kifizetem így az összegeket.
Hát ugye az a baj, hogy ha egyik látogatónak se tetszik, akkor tulajdonképpen az se jó, de az se jó, hogyha na mindegy, egyáltalán nem volt jó semmi. Na nézzük ezt meg. Ez lesz az utolsó szerintem. Na nézzük. Hát ez majdnem ugyanolyan. Szóval egy az egybe. Hát mindegy, jó, oké. Takarítsunk. Hát nézzük meg, ezt meg tudom-e csinálni, javítani. Hát ezt nem tudtam. De, meg tudtam. Akkor az elején miért nem? Na mindegy, ez. Na hát, ez nem jött össze. Dobás. Ez még sokkal rosszabb állapotban van. Ezt tudtam. Ki kellett volna dobnom. És hogy eladnom. Na mindegy. Tudtudtud. Na, a felújítás az majdnem ugyanaz. Sőt, egy az egybe ugyanaz. Na mindegy, jó lesz. Padlók. Fal. Zöld lesz mindkét. Jó, tőlem. Jó, igen, zuhanyzó. És akkor így lesz jó. Jó. WC. Nyilvánvaló, hogy ide. WC papír. Jó. Megvan a fürdőszoba. Most pedig jön a hálószoba. Most ide rakom. Matrac. Ez a matrac úgy látom, hogy ez ilyen. Ez a rögeszméjük. De a matracot az hova? Hova tegyem? Meg volt, tudjátok mit? Középre rakom a hűtőt, akkor is úgy lesz. Igen, a matrac az így keresztbe volt, ugye? Kell egy. Egy ilyen. Egy ilyen konyhapult.
De... Így lesz, jó? Igen, és a mikro pedig rá. Így. Tökéletes. Jó, most azt kell megtudni, hogy ugye szőnyeg. Nem. Szőnyeg. Aha. És a falak az barna lesz. Igen, a padló, meg legyen ez. Jó, a hálószoba megvan, pipa. Jó. Kellene majd dekorációk oda. De az még odébb lesz. Na most itt az van, hogy kék. Ilyen eléggé világos kék lesz. Jó, ez megvan. Na most ugye táncrúd szükséges. Tökéletes. Hát nem annyira. Ezt el kell forgatni. Jó, most jó. Kanapé. Van egy dohányzó asztal, ami szükséges. A tévé. Ez is megvan, és kell még egy fotel, ami ilyen. Ez így jó lesz, szerintem. De még dekoráció kell a hálószobába. Jó. Ide egy óra. És még egy növény ide. Jó. Sőt, szerintem még egy kisebb kép is tökéletes volna. Ide az egyik. Ide a másik. Jó. Szerintem ennyi. Hát, milyen? Jó. Szereti. Matrac. Imádja a matracot. Mikro. Így. Jó.
Nézzük itt, hogy állunk. Ó, meg is van. Király. Na nézzük. 11. szint. Ó, és egész jó. 4 csillagos. Így összesítve. Dekoráció az nem volt túl jó. De ez van. Elküldöm intézkedni. Nézzük meg. Itt is. Ez az. Kösz, hogy segítettél megoldani a problémát. Szívesen. Még egy teljesítményt értem el, király. Na, és ezzel így elérkeztünk a végéhez. Úgyhogy ez egy nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett. Így ez. Úgyhogy innen fogjuk majd folytatni. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!